Ennek az a címe, hogy kicsúszott alólam a tulaj. Kicsúszott alólam a tulaj? A tulaj. Az a baj. Az a baj. Laci, ura hogy... vagyok a helyzetben. Miklós, tudom. Miért lett vége a lárpurlának? Konfliktusok adottak. Agresszivitás. Azt nem jól tűröm. Mesélj nekem a nagypapádról, akit nem is ismerhettél. Vaskereskedő volt Szentesen. Most hallottam, hogy egy étterem van a helyén. Elhurcolták. És megvan a dokumentum. A letartóztatás oka őrizett bevétel. Nem jött vissza. A szóló mai vendége Galla Miklós, üdvözöllek szeretettel. Szia, Laci! Pláne egy sokrétű művész esetén, aki azért a művészet sok-sok ágába belecsípett, de azért ez bele. Majd még hosszabb lesz. Kíváncsi vagyok a kezdetről. Mesélj picit a gyerekkorodról, Miklós. Jó. Vágytam szerepelni. 6 éves koromban az első osztályban volt mesejáték. Budapesten vagyunk, ugye? Budapesten, Zuglóban vagyunk. És a nyuszi szerepét osztották rám. Úgyhogy a családból valaki egy kötött sapkára nyuszi füleket horgolt, vagy kötött. Ez volt a jelmezem. Ez volt az első szerep. Első szerep, és azt az instrukciót kaptam, hogy hangosan kell beszélni. És ezt annyira megfogadtam, hogy amikor rám került a sor, akkor torkom szakadtából. Üvöltöttél, mint egy nyúl. A többi gyerek nem, de azt gondoltam, nekem azt mondták, hogy hangosan kell beszélni, akkor én üvöltöttem. Úgyhogy vágytam már akkor is a szereplésre. Apukám közgazdász volt, plusz tudott angolul, és ez a két kvalitás lehetővé tette, hogy kapjon egy munkaajánlatot, hogy ő 2 évig Tanzániában dolgozhat közgazdászként, és örömömre elfogadta. És kimentünk a szüleim és én 3-asban, és nagyon jó volt, mert ott elkezdtem iskolába járni, és hetek alatt megtanultam angolul. Mennyi idős voltál hetek akkor? Alatt, 12. 12. Hát akkor még ragad. Egy csodálatos kanadai osztályfőnök nőm volt, vékony, sudár, és az angolt ő tanította. Visszamenőleg jöttem rá arra, hogy valószínűleg ő tetszett nekem. Akkor ebbe így nem gondoltam bele, csak nagyon fegyelmezett voltam az óráin. És csüngtem a szavain, úgyhogy részben tőle megtanultam angolul. Lehet, hogy azért sikerült ilyen gyorsan, mert ő iránta érzelmeket tápláltam. Valójában az... De egy felnőtt nő volt az én szememben, valójában 28 éves volt. Az angol humor, hogy mondjam, pozitívan vett anglománság, az innen eredeztethető ebből az időből? Is, mert jöttek Angliából a képregény újságok, és azokat vettem minden héten. De van más oka is, mert a nagynéném 56 óta Londonban élt. És az mindig egy nagy ünnep volt, amikor hazajött. És apai ágon a nagynéném? Nem, anyukám húga. Hozott mondjuk szappant, ruhákat. Hát ez akkor a nagy kincs volt. Nagyon nagy kincs volt. Azért ennek a te családodnak van egy messzebbre nyúló históriája is, tudtommal.
Mesélj nekem a nagypapádról, akit nem is ismerhettél. Vaskereskedő volt Szentesen. Most hallottam, hogy egy étterem van a helyén. Mindent, ami vasból van, tehát kádat, szöget, árult, és ha éppen nem volt, akkor megrendelte. Tisztességes vaskereskedő volt Szentesen. És aztán elhurcolták. Elhurcolták. És megvan a dokumentum, a letartóztatás oka őrizetbevétel. Nem jött vissza. De a dédapám, az egyik, dédapámnak az egyik testvére, Bertalan bácsi, az Kossuth Lajos titkára volt az olasz száműzetés idején. Kellett Kossuth Lajosnak egy olyan ember, aki tud nyelveket, és mondjuk angolul meg tud írni egy levelet, és Bertalan bácsi ilyen volt. Ez az élmény egyébként, vagy emlék, te ezt csak a szüleitől hallhattad, már mint a nagypapád történetét. Igen. Ez mennyire határozta meg utána a te szüleid életét, és szerinted mennyire volt, vagy van befolyással a tiédre? Befolyással van, és volt egy másik nagypapám is, róla is érdemes beszélni. Befolyásolta, mert apukám, amikor már sikeres közgazdász volt, a szakmájában nagy menő, akkor azt mondta, hogy csak azt sajnálom, hogy apuka ezt nem érhette meg. Tehát, hogy tisztességes, dolgozó ember lett a fiából. Úgyhogy ő rá biztos, hogy borzalmasan hatott. És hát a nagymamám is gyászolta, az özvegye. Ő velünk élt. Másik nagypapám Dezső nagypapa. Őt elvileg lehetett volna ismernem, mert 2 éves koromban halt meg, de semmilyen emlékem nincs róla. Illatszer gyártási szakember volt. Vannak ma is létező márkanevek, amiket ő talált ki. És fönnmaradt egy vers, amikor anyukám először eljegyezte magát, még nem az én apukámmal, hanem az első férjével, Béla bácsival. Akkor Dezső nagypapa írt egy verset Ági eljegyzésére címmel, és megvan a vers. Szédületes minőségű. Tehát a tartalma, az családi, az belső, arról szól, hogy ők ketten, hogy kirándultak, jöttek a bajok, aztán mégis viszont látták egymást, iskola, bicikli, de a formája az olyan, mintha Arany János vagy József Attila írta volna. Tehát a ritmus, a rímek, tökéletes, világszínvonalú vers. Úgyhogy, ha azon gondolkozunk, hogy én miért tudok jó dalszövegeket írni, akkor lehet, hogy Dezső nagypapának köze van hozzá. Azért boncolgatom ezeket a múltbéli történeteket, mert sokszor azt láttam, meg látom, hogy ez hatással van emberek jelenére, jövőjére, amikor fölnőnek. Nem veszük észre, de jönnek velünk ezek a mai modern kifejezéssel élve transgenerációs érzetek. Éled az életedet, 6 évesen először fellépsz.
megkezdődik az az élet a fejedbe, hogy már kb. Sejted, hogy mivel akarsz foglalkozni, és aztán 15 éves vagy, ugye, amikor elválnak a szüleid. 15. Az már egy megváltás volt, mert sokat veszekedtek. Uh-huh. Tehát úgy emlékszem, hogy örültem, hogy elválnak, mert hogy így megszűnnek a veszekedések. Te kivel maradtál? Apukámmal. Rám bízták, elég nagynak tartottak ahhoz, hogy eldöntsem. És akkor úgy éreztem, hogy apukámat jobban szeretem. És vele maradtam, de a szomszédos lakásban lakott anyukám, úgyhogy bármikor át tudtam hozzá menni papucsba. És mentem is, mert volt írógépe. És kezdtem újságokba cikkeket írni, és azt anyukámnál gépeltem le. Ugrok egyet az időben, Miklós, mert aztán majd rátérnék a sokféle művészi kvalitásodra. Igen. Is. 30-as éveid végén egyszer csak számodra és mások számára alig, vagy egyáltalán nem, kiderül, hogy szembe kell nézned az emberek sokszor rémálmában megjelenő dologgal, hogy daganatos betegséged van. Igen, nagyon felkészült vagy. Volt. Hogy vetted észre? Hogy tudtad meg? Hogy érintett? Hát úgy tudtam meg, hogy fájt. És eléggé hipohonder figura vagyok, úgyhogy kerestem orvost, találtam, megvizsgált, azt mondta, hát ezt műteni kell, de ne féljen, azért kell műteni, hogy kiderüljön, hogy gyulladás vagy daganat. De semmi gond, művész úr, mindjárt jön tanár úr, az osztályvezető, ő is meg fogja vizsgálni. Megvizsgált, ez hétfői napon volt, szerdán megnyitjuk. Még kedden egy előadást abszolváltam Sopronban, és szerda hajnalban elaltattak, megnyitottak, és mikor fölébredtem, akkor jött főorvos úr, azt mondja, van egy jó hírem, meg egy rossz. Mi a rossz? Hát, hogy daganat. A jó hír az, hogy eltávolítottuk, és kap sugárkezelést, és így meg fog tőle szabadulni. És ez történt. Kaptam sugárkezelést. És nem, ha 5 éven belül nem jön vissza, akkor valószínűbb, hogy más betegsége lesz, mint hogy ugyanez, és nem jött vissza. Te magad mondtad, ezért tudom idézni most, hogy hipohonder alkat vagy. Igen. Az aggódás benned maradt ezután? Persze, persze. Ma is például? Ma is. Megyek orvoshoz, ha valami nem stimmel, megvizsgáltatom magam. Ma is, igen. Nagyon gyorsan lement, tehát hétfőn mentem be, szerdán megműtöttek, és pénteken már fölléptem. Pénteken már fölléptem. Voltak fájdalmaim, de föl akartam lépni, és megengedték. Péntek délelőtt kiengedtek, és megengedték, hogy föllépjek. Miért lett vége a lárpurlárnak az erészedből? Szóval nem maradt el előadás. Nem maradt el egyáltalán előadás. Nem maradt el előadás. De magának, a lárpurlárnak, a te szereplésednek a lárpurlárban... Onnan eljöttem. De valójában miért?
Hát őrült siker volt, én emlékszem, hát szétröhögtük az agyunkat azokban az években, tehát néha elmenni egy Lárpurlár előadásra, hát azt fájdalom volt a rekeszizmoknak. Igen. Konfliktusok adottak. Agresszivitás. Azt nem jól tűröm. Te egyébként konfliktusos ember vagy, Miklós? Én úgy érzem, hogy nem. Szelíd, visszahúzódó. De ha felém agresszivitás nyilvánul meg, akkor onnan eljövök. És ezért eljöttem. Túl sok volt az agresszivitás. Te egy érzékeny ember kibír, vagy. Egy idő után kibírhatatlan volt. Te egy érzékeny? Érzékeny, hát persze. Mi az, hogy érzékeny? Olyan érdekes, mert én egy kettősséget látok, és aztán légy szíves, cáfolj, ha rosszul érzékelem. Egyik oldalról őrült mennyiségű félelmed van. Rosszul tűröd a zajt, és még egy csomó dolgot, amihez neked szíved jogod. Egyik oldalról azt mondanám, hogy egy visszahúzódó félénk ember. A másik oldalról viszont, aki látott valaha színpadon téged, az azt mondja, hogy Jézus Mária, hát ez egy energiabomba. Persze, a színpadon robban az adrenalin. Tehát ha tudom, hogy föl fogok lépni, akkor már két nappal előtte is ez jár az eszembe, egy nappal előtte, két órával előtte, és a kellő pillanatban kirobbanok a színpadra, és minden energiámat. Készülős vagy? Igen, precíz vagyok néha annyira, hogy ez másokat irritál. Izgulós vagy? Nem. Nem. Egyáltalán nem izgulok. Úgy megyek ki a színpadra, mintha otthon átmennék a másik szobába. Egyáltalán nem izgulok. Néha amiatt izgulok, hogy a technikával minden rendben van-e. A technikus mindent megértette, és ő jókor csendül-e föl? Jókor csendül-e föl. Magam miatt nem izgulok. Kezemben tartom a helyzetet. Tenyeremből eszik a közönség. Az a baj. Laci, ura vagyok a helyzetben. Miklós, tudom, csak ezeknél, amikor eljutunk erre a pontra, kiesek a szerepemből. Nyugodtan, Lacikám. Jaj, imádlak. Tehát, Miklós ura a helyzetnek, ugye előtte, tehát azt hiszük, hogy tudjuk, hogy mit csinálsz. Tudjuk a francot, tudjuk. Ugyanis zenekarokat alapítottál, humoristaként, színészként, képzőművészként, íróként, és még szerintem itt estig sorolhatnám, hogy miként működtél. Számomra te egy ilyen abszolút művészeti, hogy mondjam, teremtmény vagy, akiből jön. Hogy jött a képzőművészet? Kedvem támadt hozzá. Egyszer csak a homlokomra csaptam, hogy festeni kellene, és elkezdtem. És rögtön tudtam, hogy én absztraktokat fogok festeni, mert hozzám az áll közel. Tehát az ismert festők közül is az absztraktosokat. Picasso. Például Mondrian, Kandinsky. Kedvelem, de azért van egy pár szürrealista is. Magritte és Dali. Hát az én festményeim... Adlám őket. Ennek az a címe, hogy kicsúszott alólam a tulaj. Kicsúszott alólam a tulaj? A tulaj. Aha. Az melyik?
a tulaj. Ja, hát azt nem... Az, jó, ne kérdezzek hülyeségeket egy absztrakt művészeti alkotásról, értem. A fő érdekessége az, hogy két koron kilóg a festményből. Aha. Erre nagyon büszke vagyok, mert ezt semmilyen más festő nem csinálta. Se Dali, se Picasso, tehát vagy négyzet alakút festenek, vagy téglalap alakút. Esetleg háromszög. Mikor készült a kicsúszott alulam a tulaj? A hátuljá rajta van a dátum. Szondja. 2020-ban. Igen. Mennyi ideig tart, mondjuk, ezt mennyi ideig tartott meg? Két-három nap. Két-három nap. És előtte te már látott fejben a képet magadban? Hát hogy... ezt nem. Ezt csak elkezdtem improvizálni. Van, amit megtervezek előre. Na és az? Ezt azért hoztam, mert ez a legextrémebb. Ezzel feszegetem a határokat. Igen. És ezt még sehol nem mutattam meg. Itt külön, ez háromdimenziós, mert igen, különböző fából készült idomokat. Hát ide, hadd nézzem meg közelebb. Ragasztottam a képre. Tehát itt volt olyan, hogy a festéket ragasztóval elegyítettem. Ennek mi a címe? Ennek nincs címe. Az a címe, hogy nincs címe? Igen, száma van, a hátulján van egy sorszám. Ő az 519-es. 519. Volt egy időszak, mégpedig a karantén időszaka, amikor nem volt szabad sehova kimenni, csak élelmiszerboltba. És akkor egész nap festettem. Tehát párhuzamosan három festmény készült. Festményeidet kiállítod, eladod, történik velük valami? Ha megveszik, akkor eladom. Volt kiállítás Győrben kétszer, Miskolcon a Művészetek Házában egyszer, és Budapesten a József Attila Színházban egyszer. Most ugrok egyet, mert amellett, hogy festesz, ugye jövő januárban, azt hiszem 19-én, ha jól tudom, a legendás GM49 újra színpadra lép. Igen, feltámasztom a zenekart, világszínvonalú fiatalabb zenészekkel, és úgy fogunk játszani, ahogy 81-ben kellett volna. Aha, a múlt korrekciója. A múlt korrekciója, mert akkor én gitároztam a zenekarban, és ezt nem jól tettem. Egyrészt már nem szólt túl rokkosan a gitárom, másrészt akadályozott abban, hogy szabadon ugráló frontember lehessen. Én most szabadon ugráló frontember lesz? Persze, lesz gitáros, profi gitáros. Profi gitáros, és Miklós szabadon fog ugrálni. És nem volt billentyű. Rohadjak meg, megnézem. Én elmegyek, Miklós, de hogyha gyere, nem ugrál szabadon. Hó, olyan szabadon fogok ugrálni, hát ahogy bírom. De hát csak fogom bírni. Na jó, ez 2024. január 19. Meg fogom nézni, ahogy Miklós szabadon ugrál. Gitár nélkül. Nélkül. A Magyar Zene Házában lesz a koncert. Ott a helyünk. De közben, miközben festesz, szabadulsz meg a gitártól, újjáéleszted a GM49-et, zárójelbe teszem meg, miért 49? Mert gyerekkoromban volt egy film, egy olasz krimi vígjáték, aminek az volt a címe, hogy 7x7. Szette volt-e szette olaszul, 7x7 angolul. Londonban játszódott, de olasz film volt. És az annyira tetszett nekem, hogy minden moziba megnéztem, ahol bemutatták. Tehát lehet, hogy
17-szer láttam. És amikor együttes nevet kellett választani, akkor ez automatikus. Ebből, a 7x7-ből. Tökéletes. Az életben nem jöttem volna rá. Na szóval, regény. Igen. Az is belefér? Miről írsz? Bele. Írtam egy regényt körülbelül 3 éve. És eddig nem sikerült kiadatni, és nagyon szeretném kiadatni. Miről szól? Egy zenész fiúról szól. Aki nem szeret gitározni. De ő gitározik, de aztán ő is frontember lesz, de nem azért, mert nem szeret gitározni, így hozza a sors. Nagyon sok erotika, szexualitás van benne, semmi trágárság, de nagyon sok mesztelenség. Tehát eddig a prüdéria és a korlátoltság miatt nem tudtam kiadatni, nemi aktus le van benne írva részletesen. Hangsúlyozom, mindenféle trágárság nélkül, tehát szalonképes kifejezésekkel. Nagyon izgalmas a regény, érdekes, váratlan fordulatok. Mit jelent az, hogy csak hogy értelmezzem, mert bamba fejjel figyelek, mit jelent az, hogy szalonképesen leírni a nemi aktust? Ezt hogy kell elképzelni? Hát úgy, hogy az ember olyan szavakat használ, amik... Hogy el példát? Nemi szerv. Nemi szerv. Például. Vagy sperma. Ezek szalonképes kifejezések. És akkor ez most még fiókban van? Fiókban van, sajnos. Hol tartottam? Ennél a regény. De valamit, amikor belekérdeztél, valamit akartam. Lala. Nem baj. Szóval vagány. Merész, prűd embereknek nem való. De szóval nagyon érdekes. Egyet mondj meg nekem. Te tulajdonképpen... A címe. Na, mi a címe? Van címe? Van annak címe. Van. Átragadt szerelem. Átragadt szerelem. Ez a címe. És erről szól. Ha és amennyiben jól tudom, nagyságrendileg olyan 20 éves korod óta önállóan élsz, önállóan létezel. Még mindig Zuglóban. Nem. Már nem? Nem. Amikor te egyszer meglátogattál, akkor már a Váci utcában laktam. Akkor még a Váci utcában laktam. Nem, most már én Pesten kívül lakom egy közeli városban. Oké. De továbbra is egyedül élsz, egyedül alkotsz. Egyedül. Nem érzed sokszor egyedül magad? De előfordul. De nem vészes. E-mailezek, válaszolok, kezdeményezek, olvasom a híreket, tehát vannak híroldalak, amiket megnézek. Minden. Soha nem hiányzott, hogy... Vannak angol híroldalak, amiket elolvasok. Soha nem hiányzott, hogy hétköznapilag megoszd azt, ami a fejedben van, hogy inspirációt kapj. Ha hiányzik, akkor megírom a barátaimnak. Vagy skype-olok. Vannak barátaim, akikkel skype-olni szoktam. Igen. Úgyhogy nincs különösebb hiányom amiatt, hogy egyedül élek. Utazás nem hiányzik, mert de. Félsz a repülőtől, azt tudom. Félek, de már eljátszottam a gondolattal, hogy ha úgy hozná a sors, fölülnék a repülőre, de persze csak is Londonba. Oké, de mi kéne hozzá, hogy a sors úgy hozza? Hát valaki fölajánl egy utazást szállodával együtt. És akkor te fognád magad, és most már fölülni a repcsire?
Rászánnám magam. Igen, igen, mert nagyon bonyodalmas. Tehát a busz is bonyodalmas. A vonat másfél napig tart. Szóval annyi... Te londonimádó vagy. Londonimádó vagyok. Voltál? Mi az, hogy voltam? Nagyon sokszor. 90-es években minden évben voltam. És akkor még repülővel mentél? Nem, busszal. Busszal? Busszal. Hát az nagyon volt, hogy személykocsival. Másfél nap. Igen. A vonat, vonat is másfél nap. De hát akkor még az ember fiatalabb volt, és jól bírta. Most már nagy, nagy nyűg lenne másfél napig úton lenni. Mindenki más szeret Londonba. Én is imádom Londont. Te mit szeretsz Londonba? Hát egyrészt... Az angolokat? Egyrészt mindent. Tehát ott a, az a tégla, amiből a házak épültek, az is szabadságból van. Mert ők csak a szabadságot ismerik. Az utcasarok is szabadságot áraszt magából. Szeretem azt a forgalmat, a nyüzsgő Oxford Street, de nem tudok betelni. Főleg, amíg még voltak lemezboltok. Nagy. Ó, hát a, majdnem a Hyde Parknál ott volt az a hatalmas lemezbolt. Hát ott én emlékszem, hogy fiatalkorunkban, amikor ki tudtunk szabadulni, ott egy napot el lehetett tölteni. És szívfájdalmamra ezek megszűntek, Laci. Megszűntek. Megszűntek. Hát várjál. Hát akkor, amikor én abban a lemezboltban 18-19 évesen életemben először voltam, akkor még CD lemezek sem voltak. Ma meg már nincsenek, már nincsenek CD lemezek. Hanem akkor a rendes nagy vinil lemezekben az egy Virgin store volt. Szerintem az volt az első és legnagyobb. És hát én ott emlékszem, hogy konkrétan egy napot eltöltöttem, hogy a lemezborítókat néztem. Hát persze, én is. Tehát Oxford Street, Shaftesbury Avenue, ami bevezett a Piccadilly Circusre. Hogyha a Piccadilly Circusön állok, akkor azt gondolom, hogy ez egy álom, de egy megvalósult álom, mert tényleg itt vagyok. Én 18 évesen életemben először külföldön járhattam egy háromnapos ibusz úttal, mert annyira engedték ki az embereket, 1980-at írunk. És úgy döntöttünk a barátommal, hogy na akkor mi elmegyünk Londonba. Dolgoztunk érte egész nyáron, összegyűjtöttünk annyi pénzt, amiből be tudtunk fizetni egy ilyen háromnapos hétvégi londoni utat. Ahogy az angol mondja, to cut the long story short, egyszer csak ott találom magam a Piccadilly Circuson. És este volt. És onnantól kezdve nem tudom, hogy hogy jöttem haza-vissza, mert életemben először láttam színeket. A hatalmas neon, a egyszerűen olyan volt, mintha egy teljesen más bolygóra érkeztem Igen. volna. A szocializmusból a Piccadilly Circusre. Nekem volt erről sejtésem előre, mert voltak képes lapjaim a Piccadilly Circusről. Tehát én tudtam, hogy az egy nagyon színes hely. És valóban. És szerettem azt is Londonban, ahol laktam a nagynénémnél és az unokaöcsémnél. Isteni volt Londonnak, Hammersmith. Ez egy jó hely. Város részében. Az az út, ami ott elhalad, az vezet a Heathrow repülőtérre. Tehát állítólag oda közel van a repülőtér, de mint tudjuk, Londonban a közel Semmi az azt közel. Jelenti, hogy messze. Egy barátom épp a múltkorjában, ő Londonban él, mondta nekem, hogy figyelj, a gyerekem hazajön, elmondja, hogy van egy új barátja az iskolából, én megkérdezem, hogy hanyadik kerületben lakik. Ha kettővel arrébb lakik, akkor nem barátkozhatok. Tehát, mert ő oda nem tudja elvinni a gyereket naponta meg vissza, mert egyszerűen hát az egy országnyi méretű város. Igen.
de nagyon sok helyen voltam. A metrót azt nagyon hatékonyan tudtam használni, soha nem tévedtem el. Nem, az ember az egyszer rájön arra, és az logikus. És soha nem szálltam le rossz állomáson, és keresztül Kasul Londonon, mindenhova. Tehát január 19-én GM49 nem gitárral a kezedben, igen, hanem, hála Istennek, hanem felszabadultan ugrálva a színpadon térsz vissza, a könyved várja a... Virtuóz zenészekkel. Virtuóz zenészekkel. A könyved várja a kiadást, igen, a várok, festményeit várok készülnek. Várok jelentkezőket a könyvre. Itt, tehát ez a... Ez nem reklám. Itt kiadatni szeretnék egy könyvet. Majd reklámozni akkor fogom, ha meg. Ha már kiadták, ha már persze, kiadták. Persze. Jól van. Mit látsz magad előtt a következő mondjuk 5 évben? Milyen terveid vannak? Hát van önálló estem, próza néhány dallal. Azt szívesen előadom, stand-up comedy, 2 órás. Gondolkoztam olyasmin, hogy esetleg a Holló Színházat is föltámasztani. Ez még csak egy futó gondolat, még ez ügyben nem tettem lépéseket. De a fejedben van. Fejemben van, esetleg. Én veszek jegyet. Jó. Tehát ha tovább gondoljátok, hogy a Holló Színház újra összeáll, akkor szerintem itt vagyunk néhányan, akik elmennének röhögni egy jót. Jó. Lesz CD-m, zenei CD. GM49? Nem, az saját szóló. Még mennek a CD-k? Ez most nagyon amatőrnek hat ez a kérdés, de én ezt nem tudom, hogy még... Annyira nem mennek, de azért mégis néhány CD megjelenik. Én azért vagyok a híve, mert azt kézbe lehet venni. Igen, az fizikai. Az egy kiadvány, nem beszélve, hogy van benne füzet, és a füzetben vannak festmények. Szóval le lehet tölteni, a fogyás nagy része az letöltésből származik, mert már van 4 CD-m forgalomban. Inkább letöltik, mint megveszik a fizikait, de én még mindig szeretem, ha van fizikai CD. Igen, is. Innen jövünk, mi már ilyenek igen, maradunk. Igen. Jó van, Miklós, nagyon örülök, hogy beszélgethettünk. Sok sikert kívánok a könyvhöz is, a festészethez is, meg hát a GM49 koncertjéhez, ahol elmegyünk is. Rámfér, rámfér. Kösz. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.